Lesújtó felmérés. Egyre gyakoribb a közösségi zaklatás a fiatalok körében, ami súlyosabban érinti az áldozatokat, mint a fizikai bántalmazás, derül ki a Kriminológiai Intézet kutatásából. Nyíregyháza ifjúsága 2015. Gyermek- és házasságpártiak a fiatalok Nyíregyházán szeretnének tovább tanulni és helyben munkát találni, tájékoztatta a Debreceni Egyetem tanulmánya. Vasúti fejlesztések. Egyebek mellett a Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon található aluljárókat karbantartják, valamint a pályát javítják, hogy a sebességkorlátozások megszűnjenek. Egyre gyakoribb a közösségi zaklatás a fiatalok körében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez az úgynevezett cyberbullying, amely súlyosabban érinti az áldozatokat, mint a fizikai bántalmazás, derül ki a Kriminológiai Intézet felméréséből. A világhálót használókat netes vásárláskor is érhetik kellemetlenségek. Ma van a biztonságos internet napja, amikor a hasznos internet használatra hívják fel a figyelmet egész Európában, mind a fiatalok, mind az idősebbek körében. Manapság egyre többen, minden harmadik ember használja a világhálót. Az internet már egészen korán jelen van a fiatalok életében, átlagosan 3-4 éves kortól. A szülők gyakran nem ismerik gyermekeik internet használati szokásait, nem beszélnek otthon ezek biztonságos használatáról. A közösségi oldalakon sok esetben felelőtlenül osztanak meg képeket és bejegyzéseket a fiatalok, amelyekhez akár idegenek is hozzáférhetnek. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi években egyre gyakoribb a közösségi zaklatás, ami a Kriminológiai Intézet felmérése szerint sokkal súlyosabban érinti a fiatalokat, mint a fizikai bántalmazás. Az ilyen jellegű zaklatás a nap teljes 24 órájában érheti a fiatalokat, ugyanis tehát ha nem kapcsolja ki a mobiltelefont, akkor bármikor elérhető. Tehát itt ez alatt az ilyen durva tréfákat kell érteni, illetve kedvezőtlen pozícióba elkészített fényképek továbbítását. Tehát fiatalokra is oda kell figyelni a szülőknek, és tehát legtöbbet mi szülők tehetünk az internetes bűncselekmények megelőzése érdekében. A telefonos internetezésnek és a letölthető alkalmazásoknak köszönhetően a mobilon tárolt adatokhoz, mint például a képeink vagy a névjegyzékünk is könnyen hozzáférhetnek, ha nem biztonságos és körültekintően csatlakozunk a különböző hálózatokhoz. Nőtt az internetes vásárlások száma is, ezért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen vizsgálja ezeket az oldalakat. Az ellenőrzések során a szakemberek figyelemmel kísérik az online értékesítési tevékenységet folytató vállalkozásokat, aprólékosan vizsgálják a kiválasztott kereskedelmi felületeket és webshopokat, valamint azt, hogy betartják-e a jogszabályi előírásokat. A vásárlás során a vevőknek is sok mindenre figyelni kell. Szerepelnie kell a weboldalon például a nevének, a székhelyének, az elérhetőségeinek, telephelyének, postai címének, vagy akár e-mail címének is. Így bizonyosodhatunk meg arról is például, hogy magyar vagy külföldi vállalkozástól vásároltunk-e, és hogyha problémánk lenne a termékkel, akkor hogyan érhetjük el a kereskedőt vagy a szolgáltatót. Érdemes megnézni az általános szerződési feltételeket is, különösen a szállítás és a fizetés részleteit, az elállási jogról, jótállásról, szavatosságról való tájékoztatást és a jogérvényesítési lehetőségeket is. Amennyiben lehetőségünk van arra, érdemes az utánvételes fizetést választani. Itt csak azért a termékért kell fizetnünk, amelyet valóban megkaptunk. A fogyasztóvédelem összesen 169 webáruházat vizsgált a tavalyi év során. Ezek 88%-ánál találtak valamilyen hiányosságot. A leggyakoribb panasz az volt, hogy nem megfelelően tájékoztatták a vásárlókat. Gyermek- és házasságpártiak a fiatalok Nyíregyházán szeretnének tovább tanulni és helyben munkát találni. Derül ki a Nyíregyháza ifjúsága 2015 című kutatásból, amelyet a Debreceni Egyetem egészségügyi karán mutattak be. A felsőoktatási intézmény gondozásában készült el a kötet a megyeszékhely önkormányzatának támogatásával. A kutatási eredmények segítséget jelentenek a város számára is, a fiatalok problémáit, igényeit tárja fel, hangzott el a bemutató előadáson. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának gondozásában több szociológiai felmérés összegzése ad számot arról, milyennek tartják a helyiek az életkörülményeket, a munkaügyi, oktatási vagy egészségügyi helyzetet a megyeszékhelyen. Ebben a felmérésben a 15-18 éveseket és a 19-29 éves korosztályt kérdezték meg. Elsősorban két ifjúsági
korosztály, a középiskolás korosztály és a 19-29 éves korosztály életformája, életkörülményei, lehetőségei, munkaerőpiaci karrierpályája, tervei, családtervezési szándékai, netán migrációs hajlandósága, külföldre távozás, tanulás vagy munkavállalás céljából. Nagyon színes a kínálat, illetve a kutatási téma. A jelenleg független fiatalok meghatározó többsége házasként képzeli el a jövőjét, itthon akar dolgozni és tanulni is szeretnének. A megkérdezett fiatalok zöme a szüleinél lakik saját lakásban vagy albérletben, inkább a 19-29 évesek laknak. A felmérésben résztvevő fiatalok 15%-a olyan háztartásban él, ahol a hónap végére elfogy a háztartás pénze. A szabadidejük nagy részét képernyő előtt tölti, otthon, keveset mozognak, és keveset szerveznek rekreációs elfoglaltságot. Ha kimozdulnak, akkor barátokkal teszik a kimozdulást, viszont nagyon ritka, nagyon kevés az az olyan hely, az a kulturált, hát lúgós hely, ahová ők el tudnak menni iskola után, és még mielőtt hazamennének. Úgyhogy ez az egyik nagy üzenete egyébként ennek a kutatásnak a város felé, hogy nagyon sok olyan szabadidős teret, közösségi teret, ifjúsági házat kell kialakítani, létrehozni magát, az ifjúságot, az érintett korosztályt is bevonva, ahol ezek a fiatalok el tudják tölteni akármilyen digitális vagy nem digitális környezetben is a szabadidejüket. A vizsgált dimenziók mindkét korosztály tekintetében hasonlóak voltak, és követték egy régebbi 2012-es tanulmány tematikáját. Így a kutatási eredmények összehasonlíthatók a korábbi országos és régiós adatokkal is. Több vasúti felújítás is várható idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyebek mellett a Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon található aluljárókat karbantartják, valamint a pályát javítják, hogy a sebességkorlátozások megszűnjenek. Tájékoztatta televíziónkat a 2016 és 2018 közötti tervekről a MÁV csoport szóvivője. Továbbá korszerűsítik és aluljáróval bővítik a kisvárdai vasútállomást. Kiszámíthatóbb és komfortosabb vasúti utazás érhető el idén, mint az előző években, tájékoztatta televíziunkat a MÁV csoport szóvivője. Lőcsei Virág kiemelte, a MÁV járműparkja folyamatosan korszerűsödik, hazai és uniós forrásból pedig több fejlesztést valósítanak meg idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A 2016-18 közötti időszakban valósulhat meg Kisvárda állomás átépítése, korszerűsítése. A tervek között szerepel az is, hogy a déli és az északi város rész egy aluljáróval összekötnék. Ezzel ugye biztosítottá válik a peronok biztonságos megközelítése, illetve a vágányok alatti szabályos kerékpáros közlekedés is, valamint P+R parkolót is kialakítanak majd az állomás épület mellett. A szóvivő hozzátette, több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen lesznek vasúti fejlesztések. A vasútársaság folytatja a Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon található vasúti aluljárók karbantartását. Ez alatt értendő az, hogy kifestjük a világítást, korszerűsítjük, illetve javítjuk például, a vízelvezetést megoldjuk, a peromburkolatok, illetve a vasúti pálya javítását is folytatjuk, a sincserék, a kitérőcserék, illetve az egyéb munkálatok célja a sebességkorlátozások megszüntetése, és ezáltal egy sokkal kiszámíthatóbb menetrendszerűség. A szóvivő hozzátette, a MÁV tavaly márciusban vezette be ingyenes applikációját, a Vonatinfót. Február első napjaiban, azaz kevesebb mint egy év alatt az utastájékoztató alkalmazás átlépte a 200 000-es letöltés számot. Az applikációval az utazók útközben is figyelemmel kísérhetik okostelefonjaikon a vasúti közlekedési információkat, híreket. Az alkalmazás segít az optimális útvonal meghatározásában és információkat ad az esetleges átszállásokról is. A magyar egészségügy pénz nélkül támolyog a ránehezedő súly és feladatok alatt. A kormány pedig átverte az orvosokat és a szakápolókat, amikor fizetésemelést ígért nekik, hangzott el a Magyar Szocialista Párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Tukacs István, a párt országgyűlési képviselője elmondta, az MSZP továbbra is segíti az egészségügyi civil kezdeményezéseket. A parlamentben szavazásig kívánják vinni a közel 50%-os, összesen 310 milliárd forintos béremelési javaslatukat. Ez az ígéret, amit a kormány megtett már tavaly, hogy a szakorvosok minimálbérét, mi nettó 270 000 forintot állapítja meg, nem történt meg.
Januárban nagyon sokan csalódottak voltak, és még ez ennyi kifejezés, volt szakorvos, aki úgy fogalmazott, hogy a pofánba hazudtak. Ezért tehát mi be fogjuk adni a parlamentben törvénytervezet formájában ezt az elképzelést, hogyha a kormány nem volt képes ezt megtenni, szavazzunk róla a parlamentben, és hagyj kapják meg a gyógyítók a jogos járandóságukat. Nemzeti konzultációt kezdeményez majd a Jobbik, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján a párt észak-magyarországi regionális igazgatója. Katona Péter kiemelte, a nemzeti érdekek mellett nem lehet jobb és baloldal, ám hazánkban mégis jelen vannak társadalmi szakadékok és véleménykorlátok. Ezen szeretne változtatni a Jobbik, tette hozzá a politikus. Nagyon sokáig gondolkodtunk az, hogy milyen eszközeink vannak erre. Ugye itt a népszavazás sajnos a Fidesz kormány nagyon megnehezítette, sőt ellehetetlenítette. Éppen ezért mi azt gondoltuk, hogy akkor ha már ők minden lépésüket ezzel legitimizálják, akkor mi a saját fegyverüket fogjuk ellenük fordítani, és egy valódi nemzeti konzultációt szeretnénk folytatni a korrupció, az oktatás és az egészségügy témakörében. Az országban egyedülálló bokkortanyákat mutatja be egy új honlap, mintegy 400 cikkel és 2000 fotóval. A kezdeményezésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Hazaérkezett a törökországi edzőtáborból a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 tavaszi folytatására készülő együttes japán, német, kazah és tádzsik csapatok ellen lépett pályára, és mind a négy alkalommal legyőzte ellenfelét. 55 pontos győzelmet aratott a Sunshine Nyikse a férfi kosárlabda NB2 15. fordulójában. Kovács Tibor együttese a Gyulai Color KC csapatát fogadta, és a vendégek 120-65-ös vereséggel távoztak a Vescsik csarnokából. Az országban egyedülálló bokortanyákat mutatja be egy új honlap, mintegy 400 cikkel és 2000 fotóval. Hazánkban kizárólag Nyíregyháza, Nagycserkesz és Nyírtelek környékén jellemző ez a település szerkezet. A bokortanya.hu a tanyavilág lakói mellett a természetbarátoknak is segítséget nyújt a bokortanyák élővilágának megismerésében, valamint a néprajzi örökségek bemutatásában. Az országban egyedülálló bokortanyás település szerkezet úgy jött létre, hogy a térségbe telepített tirpák gazdálkodók a településtől távolabb eső földek megművelése miatt kiköltöztek a tanyavilágba. A bokortanyákat éppen ezért Nyíregyháza édiskamrájának is nevezik. Bokortanyánkról, hogyha az ember körülnéz, viszonylag kevés aktuális információt talál, pedig egy nagyon speciális dologról van szó Nyíregyháza környékén, egy országosan egyedülálló jelenség a bokortanyák. Annak idején mi adtunk már ki ezzel kapcsolatban kiadványt, illetve készítettünk egy kis látványtérképet, hogy mi hol található a bokortanyákban. Elsősorban természetvédelmi, illetve tájszépségi oldalra koncentrálva. Ez a kiadvány annak idején nagyon gyorsan elfogyott, és az ismereteink is egyre inkább bővültek, és úgy gondoltuk, hogy itt a 21. században a legjobb forma, és ahonnan az emberek egyre inkább tájékozódnak, az internet. Úgyhogy ezért hoztuk létre ezt a bokortanya.hu címen felkereshető oldalt, ahol elsősorban a természet és a táj értékei felől közelítve próbáltunk összeszedni a legtöbb hasznos információt a bokortanyás térségről. Az országban kizárólag Nyíregyháza, Nagycserkesz és Nyírtelek környékén találhatók bokortanyák. Az új honlap mintegy 400 cikkben, 2000 fotóval illusztrálva kínál a látogatók számára barangolási lehetőséget az egyedülálló település szerkezetű térségben. Nagyon sokan tudnak a bokortanyákról, viszonylag kevesen élnek ott életvitelszerűen, és akik szeretnének kilátogatni, és szeretnének egy kis támpontot ahhoz, hogy mit lehet ott látni, mit érdemes megnézni, azok találnak mindenképpen érdekes tudnivalókat. Tehát aki egyáltalán kicsit tájékozódni szeretne, hogy milyen is ez a táj, és különösen azok, akiket a természeti tájértékek érdekelnek, azoknak az érdeklődésére mindenképpen számítunk. A weboldal létrehozásához a Földművelősügyi Minisztérium zöld forrás programja nyújtott támogatást.
Hazaérkezett a törökországi edzőtáborból a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 tavaszi folytatására készülő együttes japán, német, kazak és tadzsik csapatok ellen lépett pályára, és mind a négy alkalommal legyőzte ellenfelét. A Kisvárda Mastergood szerdán két felkészülési meccset játszik, a bajnoki főpróbát pedig szombaton a Szatmár Németi ellen tartják Erős Gáborék. A klub történetének első külföldi edzőtáborán van túl a Kisvárda Mastergood, 24 játékos és a hétfős szakmai stáb 10 napot töltött a törökországi Antáliában. A játékosok az edzések mellett 4 felkészülési meccsen is pályára léptek. A japán FC Vész ellen 4-0-ra, a német negyedosztályban szereplő VfB Auerbach ellen 1-0-ra győztek a vádaiak. A tadzsik bajnok FC Istiklolt 3-1-re, a több válogatottal felálló kazak FC Tobolt pedig 1-0-ra verte az NB2-es magyar együttes, amely így hibátlan mérleggel zárta a török túrát. A mostani együttesünk nem 10-20%-a, hanem talán 50-60%-a erősebb, mint az őszi volt, ugyanis a rendszerünk is, illetve a játék stílusunk is sokkal másabb lesz, dinamikusabbak lettünk, többet tudunk futni, magassági fölényünk is nagy mértékben változott. Most kezdődne a szezon, én lényegesen merészebb célokat tudnék meghatározni az együttesnek. Ugyanakkor most sem vagyunk még semmivel elkésve, tudjuk jó, hogy a riválisok is nagyon-nagyon nagy mértékben erősítettek, mert senki nem akar kiesni. És én azt érzem, most ezzel a csapattal nem lesz félnivalónk e tekintetben, annál inkább fogalmazhatunk majd merészebb célokat is majd a tavasz során. A szakmai igazgató szerint az edzőtáborban mutatott teljesítményük alapján a télen igazolt játékosok abszolút erősítést jelentenek a csapat számára. A kapussal, a Ribánszkival, ezt bátran mondhatom, nagyon nagyot erősödtünk. A belső védelemben most a Kardos Norbi térszak szakadása miatt igazolnunk kellett a Papucsek Barnát, ő emberileg is, azt gondolom a játékrendszerünk figyelmevételő is nagyon nagy segítségünk lesz. A középpályára a Békés Csabára hoztuk a Bagi Pistát, aki borzasztó munkabírású. Eddig sem futottunk keveset, de a Pista többet futott a statisztikák alapján, bármi csapattársától. Ővele nagyon nagy mértékben fogunk erősödni, a feljátéka is azért szintén sokat nyomott alatba, és a támadósorba pedig igazoltuk a Délceget, aki most már kezdi a formáját visszanyerni, az elmúlt fél év során azért a Honvédban nem sok lehetőséget kapott, 5-6 mérkőzést, és ennek a erőnléti hiánya azért érződik. A Kisvárda Mastergood szerdán két meccset is játszik, a keret egyik fele 15 órától a szlovákiai Nagygéres, a másik pedig 17 órától a romániai Nagybánya ellen lép pályára. Szombaton a Szatmár Németi ellen tartja a bajnoki főpróbát a várdai csapat, amely február 20-án Csákváron kezdi a tavaszi szezont. 55 pontos győzelmet aratott a Sunshine Nyikse a férfi kosárlabda NB2 15. fordulójában. Kovács Tibor együttese a gyulai Color KC csapatát fogadta, és a vendégek 120-65-ös vereséggel távoztak a Vescsik csarnokából. A nyíregyháziak szerdán a lista vezető DKA Deac otthonában lépnek pályára. Legutóbbi két meccsén két nagy különbségű győzelmet aratott az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse csapata. A Kovács Tibor által irányított együttes előbb szerencsén 97-66-ra verte a házigazdát, majd hazai környezetben 120-65-re bizonyult jobbnak a gyulai Kolornál a bajnokságba decemberben bekapcsolódó nyíregyházi gárda. Két különböző mérkőzésre számítottunk, de szerencsére a végeredmény szinte ugyanaz lett, a győzelem, és nem is szoros mérkőzésen. Az első mérkőzése kezdve szerencsén idegenben olyan teljesítmény nyújtott a csapat, amit én azt gondolom ilyen szinten, vagy bármilyen szinten egy edzőnek az álma. Támadásban is és védekezésben is összeszedett csapatjátékot tudtunk nyújtani, egymásra tudtak építeni a fiúk, és nagyon jó százalékkal tudtuk érvényesíteni a támadásainkat. Ezt én azt gondolom a bravúr kategóriába számíthatjuk. A legutóbbi hazai mérkőzés pedig én azt gondolom nem lebecsülve az ellenfele, de papírforma győzelmet arattunk. A Sunshine Nyikse szerdán a listavezető DKA Deac otthonában lép pályára. A nyíregyháziak edzője szerint az esélytelenek nyugalmával utazhatnak Debrecenbe. Én azt gondolom, hogy maradjunk a földön, ahogy szokták mondani. A realitás azt mutatja, hogy az első nyolcba szeretnénk végezni. Itt a 6.-8. hely a realitás egyelőre még a csapatnál.
evés közben jön meg az étvágy, de az ellenfél, aki ellen most játszunk, egy olyan képesség és olyan csapat összetétel, ami én azt gondolom, hogyha csak egy példánál maradva, hogyha az NKK tisztes helytállásban a Szolnok ellen bajnok csapat ellen, itt nekünk is a tisztes helytállás, én azt gondolom, akár egy 20 pontos vereségen belül is az egy nagy teljesítmény lenne. Az NB2 keleti csoportjának élén a DK, a Deac áll, megelőzve a Ceglédet, míg a Sunshine Nyíksi a harmadik helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egyre gyakoribb a közösségi zaklatás a fiatalok körében. Ez az úgynevezett cyberbullying, amely súlyosabban érinti az áldozatokat, mint a fizikai bántalmazás, derül ki a Kriminológiai Intézet felméréséből. A világhálót használókat netes vásárláskor is érhetik kellemetlenségek. Ma van a biztonságos internet napja. Gyermek és házasság pártiak a fiatalok Nyíregyházán szeretnének tovább tanulni és helyben munkát találni. Derül ki a Nyíregyháza ifjúsága 2015 című kutatásból, amelyet a Debreceni Egyetem egészségügyi karán mutattak be. A felsőoktatási intézmény gondozásában készült el a kötet a megyeszékhely önkormányzatának támogatásával. Több vasúti felújítás is várható idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyebek mellett a Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon található aluljárókat karbantartják, valamint a pályát javítják, hogy a sebességkorlátozások megszűnjenek. Továbbá korszerűsítik és aluljáróval bővítik a kisvárdai vasútállomást. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, friss hírekkel, szerdán este is várjuk majd Önöket, mai és korábbi tudósításainkat honlapunkon is elérhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk sok esővel. Nyugat felől markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, mely felettünk lelassul, örvény képződik rajta, ezért szerdán nagy területen 20 mm-t meghaladó csapadékot okoz. Eleinte változóan felhős idő valószínű, majd késő estétől beborul az ég, hajnaltól elered az eső, a déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, egész napos eső várható, majd estétől már havas eső, a hegyekben hó is lehet. A déli, majd estétől a nyugatira forduló szél időnként viharossá fokozódik, délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás kezdődik térségünkben. A hét második felében folytatódik az erősen változékony, sokszor borongós esős idő, csak átmenetileg szakadozik fel a felhőzet, a hőmérséklet továbbra is meghaladja a sok évi átlagot.